A Nemzeti Népegészségügyi Központ naponta frissíti az LH-it, vagyis a levegő higiénés indexet. Ez 2007 óta működik. Célja, hogy megmutassa az aktuális, hiteles információkat a légszennyezettség egészségügyi kockázatáról. Ez az automata mérőállomásokkal ellátott településekre határozható meg. Megyénkben jelenleg csak Nyíregyházán található ilyen állomás. A levegő higiénés index az egészség kockázat szempontjából legfontosabb légszennyezőket veszi figyelembe, így például a két és fél és a tíz mikrométernél kisebb átmérővel rendelkező eroszol részecskéket, a nitrogén-dioxidot és az ózon koncentrációját. Ezek alapján négy kategóriába sorolhatóak a települések, elfogadható, kifogásolt, egészségtelen vagy veszélyes levegőminőségi szinteket különböztetünk meg, melyek különböző rövid és hosszú távú egészséghatásokkal járhatnak míg a kifogásolt levegő higiénés indexnél csak az arra érzékeny lakosság csoportnál, gyerekeknél, időseknél, kismamáknál jelentkeznek enyhe légzőszervi tünetek, például köhögés, addig a veszélyes kategóriánál már az egészséges lakosságnál is gyakran megjelennek ezek a tünetek. A rövid távú hatások mellett fontos megemlíteni a hosszú távúakat is. A dohányzás, a magas vérnyomás, az étrendi kockázat vagy az elhízás után a levegő minőség azon tényezők egyike, amelyek lényegesen meghatározzák egészségi állapotunkat. A hazai kutatások megállapították, hogy Magyarországon évente körülbelül 8-12 ezer ember hal meg a neme és születése éve szerint számított várható élettartama előtt. A légszennyezettség szerepet játszik a szívbetegségek, az agyvérzés és a tüdőbetegségek kialakulásában is. A néhány nappal korábbi kedvezőtlenebb adatok után a keddiek szerint Nyíregyházán és az ország nagy részén már elfogadható volt ma a levegő minősége.